Nagy mérföldkőhöz érkezett a közel 30 éve 1990-ben alapított Seres Kft. Az egyszemélyes vállalkozás ma több mint 100 főt foglalkoztat 3 telephelyen. A pécsi székhely mellett a gyártóbázis itt maradt Barcson, hisz itt indult, itt a kultúrája, a gyökere, fogalmazott Seres László, aki azt is elmondta, a most átadott beruházással vált teljessé a cég. Új üzemrésszel bővült a Seres Kft. 2018-ban az alapkő letételnél azt ígérték, egy év múlva kész lesz az új csarnok, és valóban ma már dolgoznak benne. A beruházás uniós támogatással valósult meg. E kapcsán Százfalvi László országgyűlési képviselő az átadás alkalmával kiemelte, hogy minden egyes forint, minden támogatás ebben a hátrányos térségben nagyon fontos, szinte történelmi jelentőségű. A Seres Kft. Támogatása pedig azért is öröm, mert meglévő, jól működő csapat munkáját segíti. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes is úgy fogalmazott, a barcsi vállalkozás 3 évtized alatt lett a település egyik meghatározó foglalkoztatója. Termékei itthon is fontos szerepet játszanak a hulladékkezelésben, és a cég bizonyította létjogosultságát a piacon, bizonyította, hogy érdemes a támogatásra. Az átadás alkalmával a jelenlévők végigjárták a már működő csarnokot, hisz a hatósági engedélyek birtokában megtörtént az üzembehelyezés, a környezetvédelemre vonatkozó engedélyek szerint az emissziókibocsátás tökéletes, így használhatják már a fémszemcseszórót és a festőfülkét is. Amely csarnokban most állunk, ez egy 800 négyzetméteres csarnok, benne van egy fémszemcseszóró fülke és egy felület kikészítő festő csarnok, illetve hát egy olyan berendezés, amivel túlnyomással fűthető körülmények között rövid idő alatt jó minőségben le lehet festeni egy gépi berendezést, és ennek a technológiája is az épületen kívül van elhelyezve, egy Európa szintű beruházás. Ez a beruházás egyik része, de számos szerszámgép, háromdimenziós CNC plazmavágó, vízszintes fúrómű és mellette számos hegesztőgép, forgácsológép, különböző eszközök, összeállító készülékek érkeztek a fejlesztés során. A beruházás értéke 430 millió forint, 50%-os uniós támogatással. Mint elhangzott, jobb minőség, hatékonyságnövelés, kapacitásnövelés és költségcsökkentés volt a cél, mely megvalósult. Seres László úgy fogalmazott, ezzel a beruházással kerek egészé vált a cég. Ez a magas színvonalú felületkikészítés ez mindenképpen hiányzott. Volt eddig is több telephelyen, és hát ettől kicsit elmaradott a technológiával, nagy időre a fordítással. Tehát, és hát az egyéb szerszámgépek, sablonok, készülékeknek a beszerzése is tulajdonképpen hatékonyságot tudtuk növelni. Tehát tulajdonképpen a piacon való érvényesülésünk a nagy kérdés, hogy ezekkel a beruházásokkal úgymond nem hogy talpon tudjon maradni, hanem versenyképesek legyünk nyugati relációból beszerzett gépekkel. A megrendelőket jobb minőségben és rövidebb idő alatt tudják kiszolgálni. A hatékonyság 8-10%-kal növekszik. Van egy új profilunk, automata hegesztőgépek, illetve hegesztő robotoknak a gépszerkezeti elemeit gyártjuk egy osztrák cégnek, és ennek a kapacitás bővítése feltétlenül szükséges, hiszen a megrendelő is elvárja tőlünk. Nagy valószínűséggel ezzel a beruházással meg tudjuk valósítani ezt. A Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft. Kommunális gépjármű felépítmény gyártással, valamint hidraulika és gépszerviz tevékenységgel foglalkozik. Többek között hulladékgyűjtés, konténerszállítás, konténergyártás, hómunkagépek, folyadékszállítók, locsolók, hidraulikus alkatrészek, munkahengerek, flexibilis tömlők és tömítő elemek szerepelnek a palettán, melyek jelenleg 5 ország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Románia és Horvátország piacán szerepelnek. Azért ez
hosszú időtáv volt, hát merre álmodni egy nagyot. Meg hát a következetesség, az elhivatottság, szakmai iránti szeretet. Tehát ez mind kell ahhoz, hogy az ember idáig eljusson. Az egyszemélyes vállalkozás fejlődéséhez egy jó csapat is kellett. Mára ez is összeállt. Területenkénti felelős vezetőkkel, kiváló kollégákkal az improduktív állományban és dicsekedésre okot adó fizikai állománnyal. Nagyon jó lakatosok, géplakatosok, minősített hegesztők, hidraulikaszerelők, elektromos szerelők, ők mind kvalifikált szakmunkások, akiket igyekszünk megbecsülni úgy a munkái komfortérzetükkel kapcsolatosan és a fizetésükkel kapcsolatosan is. A 30 éves múlt kötelez és folytatása is ösztönöz. Az új csarnok átadása előtti napon éppen egy újabb, sikeres energetikai pályázatról kaptak értesítést, de amennyiben a megrendelések úgy kívánják, további bővítés sem kizárt. Az energetikai pályázat tulajdonképpen a ezelőtt 20-25 éve megépült, akkori technológiát alkalmazva most már korszerűtlen, tehát külső szigetelés, tetőhéjazat csere, fűtéskorszerűsítés, és az embereinknek pedig építünk egy 50 fő számára egy szociális helységet, fekete-fehér öltözővel, teljesen új szociális egy fürdővel és egy étkezővel, ami kompletten fel van szerelve, hiszen ez is hozzá tartozik a dolgozóknak a színvonalas ellátásához. Az új csarnok ünnepélyes átadása alkalmával Bíró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke példaként hozta fel a sikeres vállalkozást arra, hogy ebben a térségben is lehet érvényesülni, nagyot álmodni és azt megvalósítani. Seres László, a térség számára fontos személyiség, ezt a megye is felismerte már korábban is, ezért kapott Somogy polgáraiért díjat, 2017-ben pedig a cég kollektívája kapott elismerést az itt folyó munkáért.